Sziasztok! A mai videóban egy csomó újdonságot fogok nektek mutatni, ugyanis rengeteg dolog érkezett tesztelésre az elmúlt hetekben, úgyhogy több szempontból is érdemes lesz velem tartani. Egyrészt megnézhetitek, hogy mik azok az újdonságok, amivel mostanában találkozhattok a boltok polcain. Másrészt remek karácsonyi ajándékötletek is lesznek most ebben a videóban. Harmadrészt pedig a videó végén lesz egy nyereményjáték is, úgyhogy már most mondom, hogy aki még nincs feliratkozva a csatornámra, az most kattintson a videó alatt a feliratkozás gombra, ugyanis a nyereményjáték egyik feltétele az lesz, hogy legyetek feliratkozva a YouTube csatornámra. És nagyon kis izgalmas ajándékcsomagot állítottam nektek össze, így a videóban majd láthatjátok, hogy miket teszek bele, szerintem szuper lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Az első csomagom az a Dove-tól érkezett, és ebben az Illuminating Nourishment sampon, illetve balzsam volt benne, ami táplálja a fakóhajat, hogy kiemelje természetes fényét, csillogását, és újra élettel teli lesz tőle. Én ezt biztos, hogy ki fogom próbálni, ugyanis most nemrég használtam el a Dove Regenerate Nourishment sampon, illetve balzsamot, és azt egyszerűen imádtam, gyönyörű lett tőle a hajam, úgyhogy biztos ezeket is ki fogom próbálni, és ami a legcukibb, hogy ebben a csomagban érkezett egy ilyen műanyag kis pohár is, amire a No More Bad Hair Days felirat van ráírva. Amikor megláttam ezt a poharat, annyira, de annyira nagyon tetszett, totál feldobta a lapomat ez a csomag, de Dove-tól egyébként mindig szuper csomagokat kapok, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm nekik. És egyébként a következő csomagom is tőlük érkezett ebben a jópofa kis textil szatyorban, amiket én egyébként nagyon szeretek használni bevásárláskor. És ebben két karácsonyi ajándék csomag volt, egy férfi, illetve egy női is. A női az egy ilyen szuper cuki kis neszeszerben vagy klácsban van benne, cipzáros a teteje, és ebben 5 termék volt. Egyrészt egy Deeply Nourishing Nutrium Moisture krém tusfürdő, illetve egy Dove Original Desodor, valamint, kicsit puskázok még, egy Dove testápoló, egy Dove szappan, illetve egy intenzív repair shampoo. Azért puskázok, mert hogy ezt az utolsó 3 terméket én már odaadtam édesanyámnak, de egyébként szerintem ez egy szuper kis karácsonyi ajándék lehet azoknak, akik szeretik a Dove termékeket, már csak emiatt a neszeszer miatt is szerintem tök jó. És ugyanennyire tetszik a férfi ajándékcsomag is, ami szintén egy ilyen szürke neszeszerben van benne, szerintem nagyon jól néz ki. És ebben 3 termék van. Egyrészt egy Dove Men Plus Care Cool Fresh tusfürdő, illetve arclemosó, illetve egy Dove Men Plus Care Clean Comfort, szintén tusfürdő, illetve arclemosó, ezek ilyen kombinált termékek, tehát testet és arcot is lehet vele mosni, illetve volt még benne egy Dove Men Plus Care Cool Fresh 48 órás dezodor is. A következő csomagom az a Madarától érkezett, ez a Become Organic Start Now kis set, amiben 3 darab termék található. Egyrészt ez a Madara ilyen arctisztító hab, amit én már használtam régebben, és nagyon-nagyon szeretem, szerintem egy nagyon jó kis arctisztító hab, illetve van még benne egy méhhidratáló folyadék, valamint egy regeneráló éjszakai krém, ezek 25 millisek. Szerintem ez is egy nagyon jó kis ajándék lehet azoknak, akik mondjuk most ismerkednének meg a Madara termékekkel, szerintem egy nagyon jó kis szett. Ha jól tudom, akkor ez a benne található 3 termék a Madara 3 legnépszerűbb terméke. És akkor még egy ajándékcsomag, ez pedig az Eucerin Hyaluron Filler ajándékcsomag, amiben egy ráncfeltöltő nappali arckrém található normális vegyesbőrre, valamint egy ráncfeltöltő éjszakai arckrém, és egy ilyen nagyon szép ezüst doboz van benne, amire tényleg csak egy masnit kell rátenni, és tökéletes ajándék. Én ezt nem is bontom fel, mert valószínűleg oda fogom ajándékozni valamelyik családtagomnak. A következő csomagom a Bomb Cosmetics-tól érkezett, és ebben volt egyrészt egy jégvarázs fürdőbomba borsmenta és amészilló olajjal, írtó cuki. Volt még a csomagban egy ilyen óriási dobozban egy hógömbgyertya fahéj és szantálfa illóolajokkal. Ez konkrétan úgy néz ki, mint egy süti, és nagyjából olyan illata is van. Én imádom a fahéjas gyertyákat, úgyhogy alig várom, hogy ezt meggyújthassam, mert egyszerűen annyira finom illata van, hogy konkrétan összefut tőle a nyálaszámban. És volt még a dobozban egy gyömbérke fürdőbomba gyömbérilló olajjal, ami egyszerűen hihetetlenül aranyos, és ezt biztos, hogy ki fogom próbálni, de addig jól el kell dugnom, mert ha Lili megtalálja, akkor ennek tudja, hogy vége. A következő csomagom az a Body Shop-tól érkezett, és ebben is volt több új
újdonság is. Egyrészt a Down to Earth paletta, de ez most egy karácsonyi verzió, mégpedig A True Romance a neve. Így néz ki egyébként a, hát tulajdonképpen a papírtok, amiben benne van. És a palettában pedig ilyen natúr, barnás, picit lilás beögési színek vannak. Ezzel én tervezek egy videót, illetve sok más minkújdonsággal is. Ezen kívül volt még a dobozban egy The Body Shop Matte Lip Liquid matte ajakrém a Nairobi Camellia árnyalatban, amit én most már elég sokszor használtam, és ez most a kedvenc matte ajakrémem. Egyrészt mert gyönyörű színe van, ilyen májvás rózsaszínes árnyalat, amiért én egyszerűen megveszek. Másrészt annyira kellemes a textúrája, nagyon kényelmes viselet az ajkakon, egyáltalán nem szárít. Tényleg isteni ez a matte ajakrém, és nagyon sokat használtam mostanában, és nagyon-nagyon szeretem. Aztán jött még egy The Body Shop Eye Color Stick a Siberian Quartz árnyalatban. Ez egy ilyen szemfesték stift, és ilyen lilás, picit tópos színe van, és vannak benne apró csillámok is. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen szemfesték stifteket, mert tényleg az ember csak felviszi a szemére, kicsit eldolgozza, és gyakorlatilag készen is van egy szemsmink, és szerintem ezek a lila színek nagyon jól állnak barna, illetve zöld szemüveknek, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani. Aztán volt még a csomagban egy The Body Shop Matte ajakrúzs, mégpedig a Lima Magenta árnyalatban, amit most megmutatok nektek, mert gyönyörű szép színe van. Ezt is beleteszem az ajándékcsomagba. Kaptam még ezen kívül egy The Body Shop Vanilla Chai pici testvajat. Most ez az egyik limitált karácsonyi illat, és isteni finom fűszeres vaníliás illata van. Tudjátok, hogy én imádom a chai lattét, úgyhogy ez a testvaj, ez így álmai megtestesülése, mert tényleg hihetetlenül finom illata van. Illetve kaptam még egy nagy Frosted Berries testvajat is, viszont ezt is ki fogom majd sorsolni egy nyereményjátékban, nem a videó végén, hanem majd egy másikban, de ez sem az enyém lesz, hanem majd valaki megnyerheti közületek. És kaptam még egy Hawaiian Kukui Candle gyertyát is. A tégelye szerintem baromi jól néz ki, nekem nagyon tetszik. És nagyon finom, ilyen virágos, krémes illata van, ezt is biztos, hogy égetni fogom éjjel-nappal, mert nagyon tetszik az illata. A Yamunától is kaptam egy csomagot, amiben küldtek néhányat az új ajakbalzsamok közül. Az egyik a fekete ribizés ajakbalzsam, a másik pedig a mézes ajakbalzsam. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor 5 különböző ízben lehet ezeket elérni, és van bennük seavaj, meg mindenféle tápláló összetevők. Mivel nekem nincs szükségem kettőre, így a fekete ribizéset is beleteszem az ajándékcsomagba. Ezen kívül kaptam még tőlük egy szőlőmagolajos testvajat, valamint egy vonzerő növényi masszázsolajat, amik szintén mennek az ajándékcsomagba. Nemrégiben voltam az Ivrusi 25. üzletének a megnyitóján, ez a Váci utcában nyílt, és hogyha valaki arra jár, akkor mindenféleképpen nézzen be, mert egyszerűen gyönyörű az üzlet, tényleg nagyon modern és nagyon jól néz ki. És itt is kaptam néhány újdonságot, amik közül szeretnék megmutatni nektek néhányat. Egyrészt itt van ez a kétfázisú express sminklemosó, amit tudjátok így össze kell rázni, és elvileg ez nagyon hatékonyan eltávolítja akár még a vízálló sminket is. A másik az egy monoszemhéjpúder, ami rengeteg különböző árnyalatban érhető el. Én elég sokat kipróbáltam ott az üzletben. Vannak köztük gyengébb színek, de vannak olyanok, amik tényleg nagyon gyönyörűek és nagyon szépen pigmentáltak. Ez itt most nálam a 03-as árnyalat, ami egy ilyen aranyos szín, és nincsenek benne csillámok, hanem ilyen nagyon-nagyon szép egyenletes fénye van. Így simán el tudom képzelni, akár még highlighterként is, mert láthatjátok, hogy tényleg annyira szép, ilyen vizes, egyenletes fénye van, hogy szerintem nem csak a szemen, hanem akár az arcon is gyönyörűen mutathat highlighterként. És amire leginkább kíváncsi vagyok, az egy kombinálható radírozópor. Ebben a kis üvegcsében gyakorlatilag radírozó por van, aminek az a különlegessége, hogy a saját kedvenc arctisztító krémetekhez vagy zselétekhez keverhetitek hozzá, és ti határozhatjátok meg, hogy mennyire szeretnétek intenzív radírozást, hiszen hogyha kevesebbet tesztek bele, akkor gyengédebb lesz a radírozó hatás, ha viszont többet, akkor sokkal intenzívebb, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, és biztos, hogy ki fogom próbálni, mert nem is találkoztam még hasonló termékkel, és nekem nagyon tetszik ez az ötlet. A Smashbox-tól
is kaptam két terméket tesztelésre. Aki esetleg még nem tudja, annak elmondom, hogy már Magyarországon is kaphatóak a Smashbox termékei az Arena Plázában lévő Douglasben. És én nagyon megörültem egyébként, amikor meghallottam ezt a hírt, hogy egy újabb szupermárka érkezett meg Magyarországra. És tőlük egyrészt megkaptam a Be Legendary Rouge-t, a Red Rouge árnyalatban, aminek így néz ki a csomagolása. Ezt már mutattam egyébként Instagramon, illetve egy másik videóban is, de megmutatom most is, hogy mennyire gyönyörű ez a rúzs. Egyszerűen hihetetlenül szép színe van. A másik, amit kaptam, az pedig a Smashbox Full Exposure szempilla spirál, amit már szintén kipróbáltam. Ennek ilyen hagyományos keféje van, tehát nem gumisörtés, és láthatjátok, hogy viszonylag nagy a feje, mármint így a szememhez képest eléggé nagy, úgyhogy óvatosan kell bánni vele, hogy össze ne kenjétek a szemhéjatokat. De nagyon szép szempillákat csinál, nagyon szépen dúsít, de tesztelgetni fogom még, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire maszatolódik esetleg, vagy fotyog, de eddig igazából még nem volt vele negatív tapasztalatom, és tényleg nagyon szép szempillákat csinál. A következő termékek azok az NV-től érkeztek tesztelésre, és talán szerintem sokan nem is tudják, hogy az NV-nek is van egyébként smink márkája, ami Artistry névre hallgat, és tőlük kaptam egyrészt egy ilyen krémes szemfestéket, ennek ilyen applikátoros kiszerelése van, és ez egészen pontosan az Emerald árnyalat, ami egy ilyen csodaszép, picit szürkés, beütésű, zöldes szín, és csillámok vannak benne. Szerintem ez a szín nagyon jól passzol a közelgő ünnepi időszakhoz, de megmondom őszintén, hogy ezt még nem próbáltam, mert nekem eddig ezek az applikátoros krémes szemfestéket nem igazán jöttek be, mert gyakorlatilag egyik sem volt rajtam tartós, de azért ezt ki fogom próbálni, mert a színe nagyon-nagyon tetszik. Kaptam még ezen kívül egy Artistry Signature hosszantartó folyékony szemhéjtust, amit föl kell rázni használat előtt. Eléggé vékony kis ecsete van, és nagyon szép vékony, illetve vastag vonalat is lehet vele húzni. Egészen jól pigmentált, ezt még szintén nem próbáltam, úgyhogy nincsenek vele igazából tapasztalataim. És volt még a csomagban egy Szetinik hajolaj szérum, amitől elvileg a hajunk selmes és jól kezelhető lesz, hát erre nekem mindenféleképpen szükségem van. Nagyon szép a csomagolása, és egy ilyen pumpás adagoló feje van, tehát én úgy sejtem, hogy ez egy ilyen krémszerű termék, amit el kell oszlatni a hajon. Ezt biztos, hogy ki fogom próbálni, mert én nagyon szeretem az ilyen különböző hajápolókat, meg mindenféle ilyen szérumokat, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. A következő termékeket az Art Deco-tól kaptam, ezek a Sound of Beauty limitált kiadás termékei. Az egyik, az egy ilyen gyönyörű, szép kis mágneses mindoboz. Ugye az Art Deco-nak vannak ilyen különböző beauty boxai, amikbe a boltban válogathatok bele akár szemfestéket vagy pirosítót, és mivel ugye mágneses, így lehet őket cserélgetni, de nem érkezett üresen a doboz, mert hogy van benne három gyönyörűséges szemhéjpúder is. Ezeket most nem fogom kipróbálni, ugyanis ez a kis paletta is három szemhéjpúderrel megy az ajándékcsomagba. És ugyanígy a szempillaspirál is, ez az Art Deco All-in-One szempillaspirál, aminek én egy korábbi verzióját már próbáltam, ez most egy ilyen limitált csomagolás. Szuper szempillaspirál, de mivel nekem rengeteg van így, ez is megy a nyereményjátékba. A Maybelline-től is rengeteg újdonságot kaptam, aminek nagyon örülök, mert egy csomó olyan dolog van köztük, amire már nagyon-nagyon vártam, hogy behozzák hozzánk. Egyrészt itt van a The Rock Nudes paletta, amiben ilyen füstös színek vannak, tehát inkább ilyen sötétebb árnyalatok. Nagyon krémes a textúrájuk, nagyon jó a pigmentáltságuk, vegyesen vannak benne matt, illetve fényes árnyalatok. Itt van tehát néhány swatch a palettából, picit azért porolnak, illetve van olyan szín, amit esetleg építgetni kell. Megmondom őszintén, hogy annyira nem az én színvilágom ez a sötét paletta, de azért vannak belőle olyan színek, amiket fogok tudni használni. Van itt még egy szemöldök termék, ez a Maybelline Brow Satin, ilyen szemöldök színező formázó a medium brown árnyalatban, amiből kettő is volt a csomagomban, úgyhogy az egyik megy a nyereményjátékba. Ennek az egyik felén egy ilyen kis vaxos, viaszos cucc van, amivel ugye helyre lehet tenni a szálakat, a másik felén pedig egy ilyen szivacsos applikátor, ami a kupakból vesz fel por, tehát azzal tudunk színt adni a szemöldöknek, tehát ez egy ilyen kétvédő kis szemöldök formázó. Behoztak most két új árnyalatot a Color Tattoo-ból is, sajnos nem a mattokat, pedig én már nagyon-nagyon vártam, hogy végre matt Color Tattoo-t is behozzanak, de nem.
Az egyik az a 102-es Fantasy, ami egy ilyen bronzos, barnás árnyalat csillámokkal, picit hasonlít az Olenon bronzra, de annál azért sötétebb, ez is megy az ajándékcsomagba. Van itt egy új Maybelline szempillaspirális, ez a Lash Sensational Lashes with Oil Blend, aminek egészen érdekes keféje van, gumisörtés, és úgy néz ki a dolog, hogy van egy sor sörte, aztán szünet, aztán megint egy sor sörte, aztán megint szünet, úgyhogy én ettől egy picit félek, de mindenféleképpen ki fogom próbálni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hát ha ez beválik nekem. Kapható most már nálunk is a Maybelline Master Strobing Stick, ami egy ilyen highlighter stick, és ezt két árnyalatban lehet kapni. Ez a 200-as Medium Nude Glow árnyalat, ami egy ilyen barackos színű highlighter. A másik, hogyha jól emlékszem, akkor az inkább egy ilyen rózsaszínes beütésű. Nagyon szép fénye van egyébként, és mivel krémes termék, így nagyon jól el lehet dolgozni, és nagyon szép természetes hatást lehet vele elérni. Tehát aki nem szereti a túlzott csillogást, meg a túl sok highlightet, annak tudom javasolni ezeket a Maybelline Master Strobing Stickeket. Végre valahára most már kapható nálunk is a Maybelline Fit Me termékcsalád, amiből megkaptam a korrektor tesztelésre, és egyszerűen imádom, mert tökéletes a szem alá, nagyon jó krémes, szépen el lehet oszlatni, szépen világosítja ezt a területet, nem ül bele a ráncokba, úgyhogy ez a korrektor egyszerűen isteni, nagyon tudom ajánlani nektek. Itt van még két árnyalat, a Maybelline Vivid Matte Liquid, ilyen folyékony matt ajakrúzsokból. Ez a rózsaszín annyira nem az én színem, ez a 15-ös Electric Pink, úgyhogy ezt is beleteszem az ajándékcsomagba. Az 50-es Nutril viszont nagyon-nagyon tetszik, ez egy ilyen barackos, természetes, nagyon visszafogott árnyalat, tökéletes hétköznapokra. Ezeknek nincsen teljesen matt finisse, tehát nem teljesen mattra száradnak, úgyhogy aki ilyesmit keres, annak szerintem nem ez lesz a megfelelő, de egyébként nagyon kellemes viselet az alkakon, kellemes a textúrája. És végül egy matt ajakrúzs, ez a 886 Berry Bossy árnyalat, tehát ez a Color Sensation rúzsok közül a matt verzió, és ez viszont azért már tényleg mattnak mondható, egy nagyon szép, ilyen gazdag, telt, bogyós szín, hát igen, ősszel ezek nagyon trendik, úgyhogy aki szereti az ilyen színeket, az mindenféleképpen próbálja ki. És a végére hagytam a kupát, akik megint 5 millió dolgot küldtek, köztük egy csomó szuper sminket. Egyrészt a Velvet Garden limitált kollekció néhány termékét is elküldték. Van benne egy ilyen nagyon szép kis natur paletta, amiben vegyesen találhatók matt, illetve fényes színek. Ezt használtam egyébként ma a sminkem elkészítéséhez. Nagyon jól pigmentáltak, viszont egy picit porzik, de én azt mondom, hogy semmi nagy gáz nincsen vele. Hát így már láthatjátok, hogy vegyesen vannak benne mindenféle finisű színek. Aki keres egy jó kis natur palettát, annak ezt tudom ajánlani, mert szerintem nagyon rendben van. Szintén a Velvet Garden kollekció része ez a gyönyörűséges pirosító, ami három színből áll, és ezt így össze mixelve használtam ma, szerintem isteni színe van, és nagyon szép fényt is ad a bőrnek, úgyhogy ez egy gyönyörűséges pirosító. Aztán van itt még a Vem szempilla spirál, ami most a kollekció részeként egyrészt lila csomagolásban érkezett, másrészt maga a szempilla spirál színe is lila. De nem úgy képzeljétek el, hogy felkerítek a szempillátokra, és bum, lila lett a szempillátok, mert hogy ez van egyébként most rajtam, és nem annyira erőteljes, mint egy fekete szempilla spirál, viszont nagyon szépen kiemeli a pillákat, gyönyörű, dúsak lesznek tőle, hihetetlenül jó egyébként ez a szempilla spirál, ez a kupa egyik sikerterméke, és ezt a lila verziót nagyon tudom ajánlani a barna, illetve zöld szemű lányoknak, mert gyönyörűen kiemeli a pillákat. Volt még a csomagban szintén a kollekció részeként egy ilyen, hát inkább duó szemhéj pudernek mondanám, mert hogy egy sötétebb lila, meg egy világosabb lila szín van benne. Ez fényes szemfesték, ezt használtam egyébként a szemsminkemhez. Maga a mintája is nagyon szép egyébként ennek a szemhéj pudernek, de a színek is. Sajnos ez is porol egy kicsit, de én azt mondom, hogy nem vészes, mert szépen lehet építeni, és szép színhatást lehet elérni vele. Volt még a csomagban két körömlak is. Ezek ilyen krémes finisű lapkok és ilyen nagyon szép őszi színek. Illetve volt benne egy rúzs is, ezt most nem bontom ki, mert hogy ez is megy a nyereményjátékba. Jött még a kupától egy szuper kontúrozó paletta is, ez a Contouring and Strobing Ready for Selfie
paletta, ami 4 szint tartalmaz, illetve egy óriási tükört is. Van benne egy fényes highlighter, egy matt kiemelő szín, illetve 2 bronzosító. Ezt használtam ma a sminkemhez, és nekem tökéletes ez a paletta, nekem ennél több szín nem kell kontúrozáshoz, én az ilyen 8-10 szín tartalmazó kontúrpalettákat, hát hogy mondjam, megérdek tőlük, mert egyszerűen nem tudok annyi színt használni, ez viszont tökéletes számomra. A highlighter gyönyörű, nagyon szép fénye van, illetve ezt nagyon szeretem, ezt a hidegebb kontúrozó szín, mert tényleg nagyon jól lehet vele árnyékolni, úgyhogy ez a paletta szerintem szuper. És akkor jött még néhány újdonság az állandó kínálatból is, egyrészt néhány pupa I Am Rouge, amik egyébként nagyon népszerűek, és most a... mindjárt mondom, melyik árnyalat van a számon, a 111-es. Szerintem gyönyörű ez a szín, én nagyon szeretem az ilyen kicsit májvás rózsaszín árnyalatokat, nekem egyszerűen ezek a kedvenceim. És alatta a pupának a Transparent Lip Liner ilyen színtelen ajakkontúr ceruzája van, aminek tényleg valóban nincsen színe, de segít abban, hogy ne csúszson ki a rúzs az ajak körvonalán kívülre, illetve tartósabbá is teszi a rúzsunkat. És érkezett még 4 köröm lak is, ezek ilyen metálfényű matlakok, ami ugye mostanában nagyon trendi. Szeretném a nyereményjátékba felajánlani ezt a gyönyörű, hát ilyen mély kékes-zöldes szín, szerintem nagyon szép. Ezzel el is fogytak az újdonságok, amiket szerettem volna megmutatni nektek, ne haragudjatok, hogyha kicsit kapkodtam, meg siettem, de szerettem volna minél több dolgot bemutatni nektek, és ahogy mondtam, lesz majd egy külön videó, amiben smink újdonságokat fogok nektek bemutatni, illetve tesztelni. Ez egy olyan első benyomásos smink videó lesz, úgyhogy remélem azt is szeretni fogjátok. És ne feledkezzetek el a nyereményjátékról, hogyha szeretnétek rajta részt venni, akkor kérlek szépen, hogy nyissátok le a videó alatti leírást, mert ott minden pontos feltételt megtaláltok a nevezéssel kapcsolatban, illetve azt is, hogy pontosan mi került bele az ajándékcsomagba, és kövessetek a többi csatornámon is, ugyanis az elkövetkezendő hetekben rengeteg nyereményjátékot tervezett mind Instagramon, mind Facebookon, úgyhogy az összes elérhetőségemet megtaláljátok lent. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!